Mi a városért dolgozunk, együtt szeretnénk dolgozni, ez nem mindig sikerül a városvezetéssel. A legutóbbi rendkívüli ülésen a zárszámadást második nekifutásra elfogadta a képviselőtestület. Akkor a Fidesz frakciót csak Tamás Zoltán képviselte és Dobrán Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjének jelenlétével a szavazás érvényt szerezhetett. Mint mondta, ezzel mindenképpen biztosítani szerették volna, hogy a zárszámadás megszülessen és a várost hátrány ne érje, bármit is kommunikált erről a városvezetés. Ettől függetlenül a munkásszálló mára okafogyottá vált építése ellen mindenképpen tiltakoztak volna a távolmaradásukkal. A városvezetői székből, idézem, máshogy látni sok mindent. Ez egy olyan lehet freudi elszólás is, tehát most akkor magyarra lefordítva, amikor ellenzékbe kampányoltak például a munkásszálló ellen, akkor hazudtak, vagy most hazudnak. A munkásszállóval kapcsolatban továbbra is fenntartják, hogy erre a beruházásra nincs szükség Majászberényben. Bérlakás építése viszont igen. Ez a pályázat erre nem ad lehetőséget. A piaszcsarnokra viszont annál inkább szükség lenne, mert még mindig nem tudni a nyitás dátumát. Közben a kivitelező által elvégzett pótmunka 50 millió számlája még mindig nincs kifizetve a frakcióvezető szerint, amiből hamarosan újabb bírósági per várható a városvezetéssel szemben. A legnagyobb veszélyt viszont a leállított malomberuházás jelenti, ami egész nagy katasztrófához is vezethet a legrosszabb forgatókönyv alapján. Várja a városvezetés, és mi is várjuk, hogy a minisztérium és az irányító hatóság az ő kérelmükre, kérésükre mit fog reagálni. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a hosszabbítást meg fogják kapni, ahogy intézték a malom kérdését. És nagyon szomorú leszek, megmondom őszintén, hogyha vissza kell fizetni azt a 800 millió forintos támogatást, mert ebbe bele fog rokkanni a város. Nem állunk jól az úrszín előtt, így fogalmazott a Jászberényi Fidesz frakció vezetője, amikor a leállított malomberuházás okozta esetleges 800 milliós visszafizetési következményről, illetve Jászberény ebből eredő újabb csőd helyzetéről beszélt. Azon túl, hogy akár 10 évig is nézhetjük ezt az építési torzót, ha nem sikerül dűlőre jutni a város és a kivitelező Ecosaving Kft. Között várható perben, akkor a 800 milliós teher teljes pénzügyi csődöt is okozhat a városban. Ez az irányító hatóság eddig még meg nem született döntésétől függ. A frakció vezető utolsó gondolatmenetében az együttműködésről beszélt, amit továbbra sem tapasztalnak a városvezetés részéről. Szerinte politikai ellenfeleiknél rég nem az érdemi munka számít, hanem hogy mit lehet jól kifelé kommunikálni a saját táboruknak. Erre példaként hozta, hogy az augusztus 26-ára beterjesztett 3 napi rendi pontjukat, melyben szeretnék a közeljövőben megváltoztatni a város tulajdoni viszonyainak kezelését, a JVV ZRT felügyelőbizottságának helyzetét, illetve több költségvetési támogatást is terveztek adni civil, illetve sport szervezeteknek, eleve nem vették napirendre, hanem erre saját szimpatizásaikból toboroznak közönséget a Délini rendezvényházba szeptember 1-ére. Azt is megkérdeztük, hogy ebben a széthúzó politikai hangulatban ősszel mennyi esélye van a Jászberényi képviselőtestület feloszlatásának. Én is láttam, olvastam országos médiát, és polgármesterről nyilatkozta, hogy ő nem fog lemondani. Úgy gondoljuk, hogy ha ő nem bírja ezt a strapátot, meg nem bírja ezt a légkört, akkor föláll. Egyelőre mondom, nem foglalkozunk az oszlatással, de még minden előfordulhat, tehát akár az ősz folyamán, vagy akár máshogy.